Tesztrepülésen a világ egyetlen repülőgépe, amely tisztán hidrogénnel üzemel. Maribor, Szlovénia. A mérnökök már hetek óta az első repülést készítik elő. Az H2Fly csapata 2 év alatt építette át ezt a tesztrepülőgépet technológiai platformá. Ennyi időbe telt, míg a hajtást sikerült átállítani hidrogén üzemanyag cellára és elektromotorra. Hidrogén üzemanyag cellát használunk arra, hogy elektromos energiát állítsunk elő hidrogénből az elektromotor számára. Az újdonság ebben a verzióban az, hogy a hidrogént az üzemanyag cellához nem magas nyomású tartály, hanem egy 3-szor nagyobb kapacitású folyadék tartály biztosítja. József Kálló csapata többször is elhalasztotta a startot a rossz időjárás miatt, de végül sikerült a felszállás. A folyékony hidrogénnel lehetőségünk nyílik nagy távolságokat is megtenni, és így továbbra is úgy tudunk repülni, ahogy eddig megszoktuk. A lépést az iparági mogulok is figyelemmel kísérik, mint például az Airbus, amely folyékony hidrogénnel biztosítaná az emissziómentes repülést legkorábban 2035-től. Ahhoz, hogy a stuttgarti startup labdába rúgjon, a technológiának kompaktabbnak kell lennie. 2 éven belül alkalmassá kell válnia egy ilyen TO-328-as repülőgép működtetésére. Az Airbus ezzel a 33 férőhelyes utasszállítóval indulna el az emissziómentes repülés útján. Jelenlegi koncepciónk szerint az üzemanyag cella az utastérben, a hidrogén tartály pedig a törzs végén van. Az elektromotorok kint lesznek, az energia pedig belülről jön. A repülővel nagy magasságokban tudjuk tesztelni a technológiát. A nagybritanniai vetélytárs a Zero Avia látszólag gyorsabb volt náluk. 2023 elején egy kisebb kétmotoros repülőgéppel hajtottak végre próbarepülést, de nekik csak az egyik motoruk elektromos, a másik hagyományos belső égésű motor. Az üzemanyaguk is gáznemű, és nem folyékony hidrogén. Az Airbust annyira érdekli a hidrogén meghajtás, hogy nemrég részesedést szerzett a cégben. A startup 2 éven belül el akarja végezni az első kis hatótávolságú repülőgépek szériás átalakítását. Ha technológiai fejlődést nézzük, akkor 2040 körüli dátumot kell belőnünk. Addigra a technológiát az 50, max. 75-80 fős utasszállítóknál már alkalmazni lehet. Itt nem csak a hajtóművekről van szó, ez teljesen új fejezet. A repülőgép tervezéstől kezdve a hidrogén termelést lehetővé tevő tiszta energiáig. A stuttgarti fejlesztők megmutatták, mi az, ami már megoldható. 700 helyett 1500 km hatótávolság folyékony hidrogénnel. A szakértők abból indulnak ki, hogy a jövőben a tengeren túli utak is elérhetőek lesznek tiszta energiával.